Ennek a betonoszlopnak ütközött neki a betegszállító a Csíkvári út Széchenyi utca kereszteződésében lévő körforgalomnál kora reggel. A Fehérvár fele tartó kisbusz előtt hirtelen lassított le egy személygépkocsi. A betegszállító sofőrje, hogy ne ütközzön az előtte haladónak, balra rántotta a kormányt, de a csúszós úton az oszlopot már nem tudta kikerülni. A körforgalom előtt azt látta a sofőr, hogy előtte egy gépjármű lassít, hogy elkerülje az ütközést, ezért balra rántotta a kormányt, és a sáv elválasztó szigetre felszaladt, aminek következtében egy villanyoszlopnak ütközött. A balesetben a betegszállító sofőrje nem sérült meg. A kisbuszban 7 személy utazott kontrollvizsgálatokra. 6 közülük könnyebben, egyikőjük azonban súlyosan sérült. Mint a kórházban a későbbi vizsgálatok során kiderült, az egyik utas, egy 70 éves nő, csuklóját törte az ütközéskor. Utastársait a Fejér megyei Szent György kórházban még a délelőtt folyamán ellátták. A baleset után a járóbeteg szakrendelésre került, a 7 sérültből 5 a traumatológiai osztályról a szükséges vizsgálatokat elvégezték, illetve ellátták a balesetből adódó sérüléseiket. Hogy hibázott a betegszállító sofőrje, azt még a rendőrség vizsgálja. Miután az egyik utas súlyos sérüléseket szenvedett, a Fejér megyei rendőrkapitányság büntető eljárást indított.